Start! Start elindult a nap, hatodik futam, ez a Pál László emlékverseny, Usain kivételével lehet mondani, hogy egészen jól jött el az egész mező. Zanebónó mert majd el talán vezetni bent a falon, Vakú MQ mellettük pedig Verinász Fotó, ők voltak a legfürgébbek, Zolta is viszonylag közel helyezkedik hozzájuk. A megfontolt tempóba jött a mezőny, Fánybokót is ott látom az élmezőnyben, Livi Kikov, Violetta is remekül kezdett, Detoxikétének van néhány hosszas hátránya, illetve Zizi Top van még egy kicsit messzebb az élmezőntől. Zanebónó mellett Verinász Fotó próbál elmenni, nem csak próbál, el is megy, úgyhogy az első egyenesen már Verinász Fotó vezetésével jön a mezőny. Verinász Fotó, Zanebónó, Fánybokó, Vakú MQ az első négy helyen, Zolta, Livi Kikov és Violetta pedig nagyon szorosan követi az élmezőn. Tulajdonképpen még a mezőny végén ügető Zizi Top, Detoxikated, Usain trió sincs igazán nagyon messze. Amikor egy kör van hátra a futamból, Fánybokóval gyorsítanak, és a román vendég átveszi a vezetést. A mezőny első fele nagyon együtt versenyez, ez 6 lovat érint, és bizony Fánybokó le tud csukni még a kanyar előtt az eddig élen ügető Verinász Fotónak, aztán kívülről Zanebónó, belül pedig Vakú MQ színei tűnnek föl, az abszolút favorit Zolta, ott külső spúron támadó pozícióban, de egyelőre csak a közép mezőnyben versenyez Livi Kikov mellett, de sokkal frissebbnek tűnik természetesen, mint ő, és őt figyelheti Violetta hajtója Goran Zolnai, aki szintén jó helyzetben várja a folytatást akkor, amikor az istálló egyenesben vannak, és a nagyon rosszul startott Usain is lépésről lépésre jön előrébb, most már Detoxikated-et is meg tudta előzni. Élen Fánybokó, mögötte egy kettes fogat Zanebónó, illetőleg Verinász Fotó versenyez, majd pedig Vakú MQ-t láthatjuk jobb helyzetben, illetőleg Zoltát, Zolta bizony megindíthat majd pillanatokon belül egy támadást akkor, amikor az utolsó kanyarra érnek, a román Fánybokó vezet. Fánybokó az élen, Verinász Fotó van mellette, inkább mögötte, aztán Zanebónó, Zolta tovább, és csak ott a negyedik, ötödik Vakú MQ-val egyetemben, izgalmas, utolsó 300 méter előtt állunk. Fánybokó előnye nagyjából félhoz, de talán majd most fogja igazán kapni a támadásokat. Elindul Verinász Fotó, középen próbálnak Zoltával és Zanebónóval elindulni. A távoszlopon belül Fánybokó van belül, mellette Verinász Fotó szép lassan felmegy mellé, jön azonban középen Zolta, Zolta, Verinász Fotó azért nagyon-nagyon erős, Zolta azonban folyamatosan támadja, Zolta vagy Verinász Fotó vagy Zolta, Zolta vagy Verinász Fotó, Zolta! Minimális különbség, Zolta a nyerő Verinász Fotó mögött, végül Fánybokó lesz a harmadik, Zanebónó a negyedik, Violetta az ötödik.